Hatalmas pusztítást végeztek a kedhajnali orosz légicsapások Ukrajna két legnagyobb városában. Harkivban a bombák több lakóházat is eltaláltak, a környéken minden ablak betört és autók gyulladtak ki. Itt legkevesebb 5 ember meghalt, 38-an pedig megsebesültek, tudatta a polgármester. Egy ötszintes társasház teljesen romba dőlt, a mentősök egész délelőtt túlélők után kutattak a romok alatt. Kijevben 4 lakónegyedet értek támadások, eddig egy halálesetről érkezett hír. Az orosz hadsereg egyszerre rengeteg rakétát lőtt ki több irányból, így próbálták kijátszani az ukrán légvédelmet. Az átfogó offenzíva csak pár órával azután kezdődött, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök az ukrán fővárosban járt, és komoly támogatást ígért a Zelenszkij kormánynak a Moszkva elleni harchoz.